Kovács Bocskai Timur Vincét, a Karcagi Nagykunnere-református általános iskola diákját arról kérdeztük, mit jelent számára a sport. A sport, ha nem épp versenyeken szeretnék helyezéseket elérni az életemben, akkor is szükséges, mivel egészséges életet szeretnék élni, mondja határozottan Timur, aki már óvodásként birkózott, 18 érme van otthon. A sportról nekem az a véleményem, hogy ö, szükséges az szükséges. Egy Minimális is, ha nem éppen versenyeredményeket szeretnénk elérni az életünkben, és nem abba az irányba szeretnénk elé elmenni, még akkor is szükséges, mivel egészséges életet szeretnék leélni, és szerintem azoknak is, akik így egészségesek akarnak lenni felnőtt korukra, ilyen semmi ízületi fájdalom azoknak szükséges. Öhm. Visszaemlékezve az öt éves birkózása, sok versenyen voltam, nem mindegyikről hoztam érmet, viszont körülbelül úgy 18 lehet otthon. A birkózástól komoly fizikai erőt kapott, sok kedves emberrel ismerkedett meg, fegyelmezett lett, amit a tanulásban is tud hasznosítani. Egy erő, komoly fizikai erőt a koromhoz képest, szóval igen kicsi voltam, de akkor is már so komoly fizikai erőm volt. Sok... Kedves emberrel ismerkedtem meg a szőnyegen, és um, a, igen fegyelmezettebb lettem. Ha kell, a tanulásban testvéreinek is segít, ha valamit ő nem tud, utána néz, vagy szüleitől kér segítséget. Nem vagyunk egymásnak példaképek, csak folyamatosan segítjük egymást minden téren. Ha például Már Mártonnak, a kisebbi köcsémnek nem megy a matematika, és éppen anya és apa is elfoglalt, akkor én megyek oda neki segíteni. De ugyanez van a nagyobbi köcsémmel, szóval akinek tudok otthon, segítek. Szoktam utána nézni is a dolgoknak, amiket ne, még nem tudok, viszont reflexből anyáékhoz megyek oda, hogy segítsenek ki. Most sportágat is váltott, a birkózás helyett tájboxozik. Tájbox, ez tulajdonképpen ö, nem azt mondom, hogy hasonlít a rendes boxhoz, viszont ugyanaz, öm, ütés kesztyűvel, öm, viszont használ, használhatják az emberek benne a lábukat is. És én többé-kevésbé azt szoktam használni. És ez hogy jött? Hát öm, más sportágak iránt is elkezdtem érdeklődni, Mi, meg öm, már egy hosszú ideje üztem a birkózást. És akkor úgy gondoltad, hogy kell egy olyan más jellegű sport, Igen. ahol az erődet is tudod hasznosítani? Igen, pontosan. És akkor hol láttál először ilyen mérkőzést? Öm, hallottuk a családdal, hogy van karcagon ilyen edzés, és tulajdonképpen mérkőzést nem láttunk Thai Boxból, viszont azt csináltuk, hogy elmentünk, az, elmentünk egy edzésre, leültünk, végignéztük, aztán azt mondtam, hogy ez jó, azt így kipróbálom. De nem fértél, hogy most akkor egy picit azért itt nagyobbak az ütések, mint a birkózásban? Ö, nem, nem féltem, mivel hogy ö, birkózásban is nagyobbak az ütések, csak azt nem ököllel kapom, hanem a szőnyegtől. Az iskolában a természettudományi tárgyak, a fizika, kémia, kedvencei, szereti a kísérleteket. Versmondó versenyen nem indul, viszont megbecsüli azt, mert a magyar kultúra része. Többé-kevésbé az ilyen természettudományi tantárgyak, mint a fizika, kémia érdekelnek, igen. Viszont a többi tantárgyat se vetem meg. Elvégre mindegyikre szükség van valamilyen téren. És mondjuk a fizika kémiánál esetleg a kísérletek, amit itt az órán csináltok, vagy otthon még esetleg kísérletezgetsz a megadott keretek között? Ö, otthon ritkában szoktam kísérletezni, viszont itt figyelemmel szoktam kísérni. És a, mondjuk a magyar, a versmondó verseny? Nem szoktam ilyenekre járni, viszont megbecsülöm elvégre ez a magyar kultúra része. Kedvenc íród, könyved? Ö, Magyar, magyar írótól nem sok öm, könyvet olvastam, viszont külföldiek kifejezetten egy angol író, J. R. R. Tolkiennek a Gyűrűk a Hobbit, és öm, a Szilmarilok című műveit csontra kiolvastam, meg most kezdtem bele egy új ágazatba, Andrzej Sapkowskinak, hogyha jól emlékszem, így kell ejteni a nevét, öm, a Witcher vaják című könyveibe. Mennyire tőled távol vagy közel a fantáziavilág? Én kifejezetten ebbe az irányba szeretek érdeklődni. Ilyen könyveket olvasok, ilyen filmeket szoktam megnézni. Még nem tudja, mi lesz felnőttként, de úgy véli, mindegy, milyen munkát végez, az a lényeg, hogy szeresse. Szülei ebben is támogatják. Ezt még nem tudom, hogy mi akarok lenni, viszont azt tudom, hogy mi nem. Na, és mi nem? Hát elsősorban hajléktalan, mert azt senki nem akar lenni. Szóval szeretnék egy munkát, és a, hát apáik azt mondták, hogy mindegy az, hogy milyen munkát űzök felnőtt koromra, az a lényeg, hogy szeressem. Hát akkor fontos számodra az, hogy ne kényszerből csinálj valamit. Igen. De azt gondolom, hogy az is fontos azért, hogy a szülői háttérben ott vannak mögötted a szüleid, és mindenben támogatnak ebben a újfajta sportágban és aminek a rajongója lettél. Um, igen, mindig támogattak. Hogyha... Um rosszul teljesítettem, viszont azért, mert nem tudtam máshogy, akkor öm, kisegítettek, öm, megvigasztaltak, amikor pedig saját, amikor pedig lustaságból vagy ilyesmiből teljesítettem rosszul, akkor meg megkaptam otthonom magamét. Sok ilyen volt? Hát volt párszor ilyen, de utána megtanultam, hogy nem éri meg lustának lenni, és nem csak azért, mert meg voltam szidva és éreztem a csalódást a szüleim szemében, hanem azért is, mivel öm, előbb-utóbb elkezdtem érezni, hogy fontosabb lesz később.